Jó napot kívánok! Mostantól új helyszínen, a Bartók Béla utca 1-es szám alatt működik tovább a Népjóléti Szolgálat Védőnői Szolgálata, valamint a fogorvosi szakellátás. A felújított és átalakított épület hivatalos átadójára december 5-én került sor. 2015. novemberében hivatalosan is átköltöztek a szakrendelések a régi Kossuth utcai rendelőintézetből a kórház területén lévő új épületbe. Alig fél évvel később sajtótájékoztatón jelentették be a járás és a megye képviselői, hogy a megüresedett Kossuth utcai épület egy márciusi kormányhatározat értelmében 480 millió forint támogatásból fog megújulni, majd egykori szerepét újra betöltve ismét közigazgatási funkciót kap. Ekkor vált kérdésessé a még mindig az épületben működő fogászati ellátás további sorsa. Hosszas tárgyalások után végül megszületett a döntés, miszerint a korábban állami tulajdont képező Bartók Béla utca 1-es szám alatti épületbe az egykori munkaügy helyére költözik a fogorvosi szakellátás, és vele együtt az immár valóban méltatlan körülmények között működő Népjóléti Szolgálat Védőnői Szolgálata is. A képviselőtestület 2017 áprilisában határozott arról, hogy a Bartók Béla utcai épület átalakításával és felújításával a Városgondnokságot bízza meg, ennek költségeit pedig önerőből finanszírozza. A munkálatok most befejeződtek, így beköltözhetett új helyére a védőnői szolgálat és a fogorvosi szakellátás is. Az épület hivatalos átadására december 5-én került sor, ahol elsőként Fehér László polgármester mondott ünnepélyes beszédet. A polgármester köszöntőjében kitért a Bartók utcai épület múltjára, mely töltötte bármely munkásőrség laktanyájának a szerepét, később civil szervezetek, egyesületek, pártok használták székhelyüként, legutóbb pedig a munkaügyi központnak adott helyet. 27,5 millió forintba került ennek a teljes épületnek a felújítása. Hát ebben meg szeretnék köszönni mindenkinek a közreműködését, hiszen ez 100%-ig vagy a önkormányzat viselte. Az önkormányzat részéről, aki ezt végig bábáskodott fölötte, az alpolgármester asszony volt, a Városgondnokság vezetője pedig saját munkaerővel, alvállalkozókkal oldották meg, hiszen ez egy közbeszerzési elhívás lett volna, biztos, hogy ennél jóval többbe került volna. A polgármester köszöntője után Gecsei József járási hivatal vezető méltatta a beruházást. Gecsei József beszédében megemlítette, hogy a fogorvosi ellátás sikeres áthelyezésével megnyit a lehetőség a kormányhivatal számára, hogy a Kossuth utcai ingatlan felújítását elkezdje. A hivatal vezető mindemellett örömét fejezte ki, amiért a jelen beruházással mind a védőnői szolgálat, mind a fogorvosi szakellátás a feladatának és szerepének megfelelő méltó elhelyezést kapott. Az, hogy mind a fogorvosi szolgálatnál, mind pedig a védőnői szolgálatnál munkának a minőségét azt fogja megítélni, hogy a falakon belül milyen munka zajlik. Milyen az itt dolgozóknak a felkészültsége, milyen az emberi mentalitása és a hozzáállása. De mindezek ellenére nem mindegy az, hogy milyen épületben kapják meg a város polgárai ezeket a szolgáltatásokat, sőt a fogorvosi szolgáltatással meg kell említeni azt is, hogy a területi ellátási kötelezettség miatt az egy szélesebb körű lakosság igényt szolgálti. Végül Ák Péter országgyűlési képviselő vette át a szót, és tartotta meg az épület ünnepélyes avató beszédét. A képviselő beszédében elsősorban a védőnők és a fogorvosok felelősségteljes és nem csak egészségügyi, de társadalmi szempontból is kiemelt fontosságú munkáját méltatta. Nagyon komoly munka, amit ők végeznek, és szavakban nem lehet kifejezni, ami azt gondolom, hogy megilleti őket. Ennek megfelelően az elmúlt hetekben, hónapokban, hogyha figyelték a híradásokat, mind a védőnöket, mind a fogorvosokat érintően születtek olyan kormányzati döntések, illetve cselekvési tervek, amelyek az ő megbecsülésüknek a még inkább helyreállítását kívánják elérni. Bízom abban, hogy ezek elérik a céljukat, és ezáltal mind az anyagi, mind pedig a szellemi megbecsülést is érezhetik ennek a két szakmának a szereplőit. A képviselő beszédében azt kívánta a védőnői szolgálat és a fogorvosi szakellátás munkatársainak, hogy a jövőben a felújított épület falai között méltó környezetben és a lehető legmagasabb szakmai színvonalon tudják majd végezni munkájukat. Az ünnepélyes beszédeket aztán szalagátvágás követte, majd Fehér László polgármester jelképesen átadta a város kulcsát Súlyog Krisztinának, a Népjóléti Szolgálat vezetőjének. Az intézmény vezető ezután köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a védőnői szolgálat új telephelyen, megfelelő környezetben működhessen tovább. Hozzátette, munkatársaival együtt szeretnék méltó környezetben biztosítani az igényeknek megfelelő ellátást és a szakmai előrelépést. Végül épületbejárás következett, melyre már a Mikulás is megérkezett, az átadóra meghívott gyermekek legnagyobb örömére.
Akiknek a hirtelen jött meglepetés ellenére is sikerült végigjárniuk az épületet, azok láthatták, hogy valóban sikeres volt a felújítás. A jövőben igényes, tiszta és rendezett körülmények várják a védőnői, illetve a fogászati szekellátást igénybe vevő lakosokat. Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, a Népületi Szolgálat védőnői szolgálata mostantól a Bartók Béla egyes számú épület földszintjén működik tovább, míg a fogászati szakellátást végző három fogorvos az épület emeletén tartja ezentúl a szakrendeléseit. Újabb gyertyaláng lobbant fel a város óriás koszorúján. A második adventi hétvégén Izsákfán és Alsóságon a helyi diákok, valamint az idősek klubja, míg Celldömölkön a városi iskola diákjai, valamint a Kemenesalja néptánc csoport lépett fel ünnepi műsorral. December 10-én, advent második vasárnapját ünnepeljük. A celldömölki városrészek ismét megtartották saját karácsonyváró szertartásukat. Szombat délután elsőként Izsákfa központjában került sor az ünnepélyes gyertyagyújtásra. A megjelenteket az önkormányzat nevében Kovács Nélsőptei Valéria képviselő köszöntötte, majd a fiatalok versenyzenés produkciói színesítették a programot. Bende Zsóka Aranyosi Ervin versét szavalta, Horváth Florencia szintetizátorral játszott karácsonyi dalokat, majd Kovács Kristóf verselt el Ady Endre karácsonyi regélyét. Végül a település rész legifjabbjainak képviseletében Szabó Réka és Szabó Levente szólt karácsonyi verseket. A műsorok után a történelmi egyházak ökumenikus igehirdetése következett, majd a rendezvény zárásaként Fehér László polgármester és Farkas Gábor jegyzők közösen gyújtották meg az izsákfai városrész koszorújának gyertyáit. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének, az én kedves kis falomban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lent a nagyisten szent kegyelme súgna szállna, az én kedves kis falomban minden szívben csak szeretet lakik máma. Később az alsósági városrész ünnepélyes gyertyagyújtására is sor került. A rendezvény kezdeteként Kovács Nélsőptei Valéria képviselő tartott beszédet a jelenlévőknek az angyalok adventi üzenetéről. A következőkben ismét az alsósági település rész fiataljai volt a terep, akiknek műsorát a helyi idősek klubjának kórusa egészítette ki, akik karácsonyi dalokat énekelve ünnepelték advent második vasárnapját. A verses énekes programot igehirdetés követte. Kerekes Csaba evangélikus lelkész Máté evangéliumát idézve hívta fel a hallgatóság figyelmét arra, hogy mindig készen kell állniuk az Úr eljövetelére. Majd dr. Koltai Jenő esperes plébánossal közösen mondtak áldást, végül az alsósági városrész adventi koszorúján is fellobbant a második gyertyalánk. Istennek fia, aki született Jászolban, Jászolban, ő lett szentéknek üdvözítőtök való. Végül Celldömölkön is kezdetét vette a hagyományos adventi rendezvény. Az ünnepség szónokának a szerepe ezúttal Majtényi Lászlónak, a megyei közgyűlés elnökének jutott. A megyei elnök köszöntőjében azt kívánta, hogy ne csak az óriás koszorú körül legyen egyre nagyobb a fény a karácsony közelettével, de az otthonokban, a családokban és a szívekben is. Hozzátette, aktuális problémát jelent több európai országban a hitélet megélése és annak kinyilvánítása. Kérte a résztvevőket arra, hogy ne féljenek felvállalni vallásukat és hitük szerint megélni az ünnepeket. Az ünnepélyes beszédet a történelmi egyházak képviselőinek igehirdetése követte. Rácz Dénes evangélikus lelkész és Németh Zoltán katolikus plébános búzított közös imádságra minden jelenlévőt. Majd Celldömölk központjában is fellobbant a második gyertyalánk, jelezve a karácsony közelettét.
A hivatalos részt követően ünnepi műsor következett. Elsőként a Kemenes Alja Néptánc csoport utánpótlás csoportja lépett fel, akik régi téli népszokásokat elevenítettek fel a közönség számára. Őket a celdömölki városi általános iskola diákjai követték, akik Mikulás és Rénszarvas jelmezben vidáman táncolva és énekelve tették színesebbé az adventi rendezvényt. A program ideje alatt a szervező Együtt Celdömölk Városért Egyesület tagjai forralt, borral, teával, süteménnyel és pogácsával kínálták a térre látogatókat. A szervezők ezúton is hívnak és várnak minden érdeklődőt a harmadik adventi gyertyagyújtásra december 16-án szombaton 4 órakor a Szent Háromság térre. Cselekvő összefogással Celdömölkért Egyesület és az Együtt Celdömölk Városért Egyesület ezúttal az 500 éves reformáció jegyében szervezett előadással egy bekötött találkozót a Művelődési Központban. A szervezetek meghívott vendége dr. Huszár Pál egyháztörténész. A reformáció nemzetmegtartó erejéről tartott előadást péntek este az érdeklődőknek. December 8-án dr. Huszár Pál egyháztörténész, tanár és műfordító előadására telt meg a Kemenes-Aljai Művelődési Központ galériája. A neves magyar egyháztörténésszel való találkozóra a Cselekvő Összefogással Celdömölkért Egyesület hagyományos közéleti kávézó sorozatában került sor, ezúttal az Együtt Celdömölk Városért Egyesület közreműködésével. Az estet a házigazda személyében Fehér László, az Egyesület elnöke nyitotta meg, aki röviden bemutatta dr. Huszár Pál életpályáját a közönségnek. A beszámolóból kiderült, Huszár Pál 1941-ben született Várpalotán, 1959-ben érettségizett a Lovasi László gimnáziumban, 1964-ben diplomát szerzett az ELTE-n. 8 évig tanított a Turi György gimnáziumban, majd a Veszprémi Egyetem német nyelv és irodalom tanszékének adjunktusa lett. Mindemellett több mint 2 évtizedig a Várpalotai Református Egyházközség presbitereként, jelenleg pedig főgondnokaként tevékenykedik. A bemutatás után dr. Huszár Pál az 500 éves reformáció jegyében tartotta meg előadását a Reformáció Magyarországon, mint nemzet megtartó erő címmel. Egyszer találkoztam egy svájci küldöttséggel Kárpátalján, és megkérdezték tőlem, hogy miben látom én az okát annak, hogy eljutott a reformáció Magyarországra a akkori háborús viszonyok között, amikor hát egyrészt a háborúk, másrészt a vallás háborúk mágiái égtek, és az Úristen kiválasztott olyan fiatalokat, olyan magyar fiatalokat, akik elmentek, minden veszélyt vállalva elmentek Európa nyugati részébe, és haza is jöttek. Vissza is hozták, sőt, hoztak magukkal tudást, néha még egy feleséget is, de hoztak magukkal néha még egy nyomdát is, tehát én azt hiszem, hogy óriásit lendítettek a nemzet ügyén ezek a fiatalok, így több évszázadra visszatekintve is hálásak lehetünk nekik, illetve rajtuk keresztül az Úristennek, aki ezt így rendezte, hogy nálunk valóban a reformáció megjelent, és igazából a mindennapi élet részévé is vált. Dr. Huszár Pál előadását sok-sok anekdotával tűzdelte, saját bevallása szerint is azért, mivel egykori tanárként maga is jól tudja, hogy általában ez az, amit egy előadásból a hallgatóság magával is visz. Az anekdoták között azonban ott voltak a szakmai tények és következtetések is a reformáció magyarországi jelentőségéről, arról, hogy a reformáció a kultúrán, az iskolarendszeren, a könyvontatáson keresztül hogyan vált a magyarság nemzet megtartó erejévé. Hiszen, ahogy az dr. Huszár Pál többször is hangsúlyozta, annak, hogy ma a Kárpát-medencében magyarul beszélünk, jelentős szerep jutott a reformációnak.
ez nem csak ránk protestánsokra volt jó hatással, innen van, hogy nemzet megtartó erő, hogy ezért a katolikus testvéreinkre sem maradtam ez hatás nélkül. Csak gondoljunk arra, hogy például a tridenti zsinat ekkor döntött amellett, hogy ne elfogadja Hieronymus Vulgata nevű biblia fordítását kötelezőnek, aztán elfogadja a később elkészült magyar biblia fordításokat, megreformálták az iskolarendszerüket, tehát ez nem maradt hatástalanul, pontosabban pozitív hatással volt római katolikus testvéreinkre is, úgyhogy ilyen értelemben azt mondhatom, hogy ez egy össznemzeti ügy, nem csak protestánsok ügye. Dr. Huszár Pál azzal zárta előadását, hogy a reformáció nem csak a protestánsok számára, de minden keresztény felekezet számára ugyanolyan történelmi jelentőséggel bír. Ezért is olyan fontos, hogy az 500 éves jubileum alkalmából felelevenítsük annak előzményeit, sorsfordító eseményeit és máig tartó hatásait. Az előadást követően az egyesületek elnökei ajándékkal köszönték meg dr. Huszár Pálnak, hogy elfogadta meghívásukat, és a celldömölki közönség számára is megtartotta a reformációt feldolgozó előadását. Régi hagyomány Celldömölkön, hogy az önkormányzat Mikulása sorra járja a város óvodáit és bölcsödéjét, hogy felkeresse a település legfiatalabb lakóit. A gyerekek az idei évben is nagy örömmel, versekkel és dalokkal készültek a télapóval való találkozásra. Mint minden évben, természetesen idén is útra kelt a városi önkormányzat Mikulása, hogy személyesen köszönthesse a település legkisebb lakóit. A menetrend ezúttal sem változott, a télapó december 6-án kora reggel felkerekedett, hogy felkeresse a város legkisebbjeit. Első útja a városi bölcsödébe vezetett, ahol szemmel láthatóan évről évre bátrabb gyermekek várják érkezését, ezúttal is sokkal nagyobb volt a kicsik kíváncsisága, mint az ijegység. A gyermekek örömmel fogadták a Mikulásra az édességet, majd egy közös dal kíséretében búcsúztak látogatójuktól. A bölcsöde után a Vörös Marti úti óvodába vezetett a város Mikulásának az útja, ahol szintén kitörő örömmel fogadták az óvodások. A gyerekek még ünnepi kiegészítőkkel is készültek a nagyszakálló érkezésére, ki Mikulás sapkában, ki rénszarvas a gancsos fejdíszben énekelte az erre az alkalomra gyakorolt dalokat. Amiért természetesen a jutalom sem maradt el. Ezt követően az alsósági tagovoda volt a télapó következő állomása. A gyermekek itt is felkészülten várták már az ajándékhozót, versekkel, dalokkal kedveskedtek a Mikulásnak, és bátran válaszoltak a kérdéseire is. Egyhamar kiderült, hogy alsóságon bizony csak jó gyerekek vannak, így persze ezúttal is mindenkinek járt az édesség. A Koptik úti és a Hajnalcsillag óvodában sem maradt el a Mikulás üdvözlése. A kis csoportokban még megéletődötten várták a gyermekek a télapót, aki néhány kedves történettel hamar feloldotta a hangulatot. Végül már a legkisebbek is bátran válogattak szaloncukrot a Mikulás puttonyából. A város télapója azonban ezúttal sem csak a gyermekekre gondolt, a bölcsöde és az óvodák mellett természetesen idén is ellátogatott a főzőkonyhákra, hogy azokat is megjutalmazza, akik egész évben a város legifjabb lakóiért dolgoznak. Mikulás napja minden évben nagy esemény a celldömölki intézmények számára. Idén is városszerte zajlottak a különféle Mikulás programok és ünnepváró rendezvények. December 6-a a Mikulás ünnepe, évszázadok óta számos hagyomány és népszokás kötődik alakjához. Nem csoda hát, hogy ennek a napnak a jegyében egy egész héten keresztül zajlottak a különféle Mikulásváró programok városszerte.
Izsákfán már múlt vasárnap kezdetét vette a készülődés. A részönkormányzat a délutáni órákra hirdetett közös kézműves foglalkozást a faluházba. Érkeztek is az eseményre szép számmal gyermekek, szülők és nagyszülők, hogy közösségben készüljenek az előttük álló ünnepekre. A gyermekeknek lehetőségük volt karácsonyi díszek, kifestők és üdvözlőlapok elkészítésére, miközben az idősebbek forró tea és sütemény kíséretében ismerkedhettek, beszélgethettek. A későbbi órákban aztán a várovárt Mikulás is megérkezett az eseményre, így minden jelenlévőnek jutott egy kis édesség is a télapó puttonyából, senki nem távozhatott üres kézzel Izsákfa Mikulás váró rendezvényéről. Hét elején aztán már az oktatási nevelési intézmények is elkezdték a karácsonyra való készülődést. Hétfő délután a Városi Óvoda Koptik úti tagintézményében került sor ünnepi kirakodóvásárra. A családias rendezvényre lelkes szülők hozták el saját kezüleg készített koszorúikat, karácsonyi díszeiket, gyertyákat, mécseseket, üdvözlőlapokat. A felhozatal is bizonyította, hogy az óvodásoknak nem csak az óvónőktől van lehetőségük elsajátítani a különféle kézműves technikákat, a kreatív, igényesen elkészített ajándéktárgyak sok-sok tehetséges szülőről is tanúskodnak. Ők maguk is szívesen szemlélték egymás ünnepi portékáit, a legtetszetősebbeket pedig meg is vásárolhatták. Habár a Vörösmarty úti óvoda mintájára a Koptik úti óvodában idén első ízben került sor erre az eseményre, az intézmény azonban a szülői támogatást és lelkesedést látva minden bizonnyal a későbbiekben is szívesen sort kerít hasonló jellegű kirakodó vásár szervezésére. Mindeközben a városi bölcsőde is megtartotta a hagyományos Mikulás ünnepségét. A legkisebbeknek a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola énekkara kedveskedett Mikulás váró versenyzenés összeállítással, míg a gyermekek izgatottan és persze megszeppenve várták a télapót. Habár a bölcsődésekben még elég nagy volt a bizonytalanság a nagyszakállóval szemben, azért végül a szülők és a nevelők bátorítására minden Mikulás csomag gazdára talált. Természetesen a Kemenesaljai Művelődési Központ is útjára indította saját Mikulását. Az intézmény télapója nem csak a városközpontban köszöntötte szaloncukorral a járókelőket, de kérésre az idei évben is szívesen látogatott el a családokhoz, hogy személyesen is köszönthesse legkisebb rajongóit. Hétfő este a Pápai SK Társulat tartott színházi előadást a Kemenesaljai Művelődési Központ Artmoziában. Az Amatőr Színi Társulat a Jövőre veled ugyanitt című nagy sikerű romantikus vígjátékot hozta el a celldömölki közönség számára. 2011-ben alakult meg Pápán az SK Társulat Neil Simon Pletyka című előadására készülve. A sikeres premier után a csapat aztán úgy döntött, hogy továbbra is együtt marad, és igyekszik minden évben egy-egy új darabbal jelentkezni. Az Amatőr Társulat azóta is sikeresen működik, munkájukat a kritikusok és a közönség is elismeri. Előadásaik jelenleg is több érletben szerepelnek. Celldömölkön is már visszatérő vendégeknek számítanak, legutóbbi előadásuknak december 4-én ismét a KMKK Artmozi adott otthont. A Jövőre veled ugyanitt című darab hírére telt ház gyűlt össze a moziban, nem is csoda, hiszen a darabot korábban már a szakma is elismerte, a főszereplő M. Varga Veronikát és Szabó Szilárdot a Komlói Amatőr Színházi Találkozó zsűrije ezüst minősítéssel díjazta az előadásért. Bernard Slade darabjában egy könyvelő férfi és egy lelki gyakorlatra érkező nő útjai keresztezik egymást egy kaliforniai tengerparti fogadóban. Habár mindketten boldog házasok, másnap mégis egymás karjai közt ébrednek. Mindkettőjükkel először fordult elő, de ettől kezdve nem utoljára. Különös szerelmi kapcsolat kezdődik kettőjük között, melynek lényege, hogy évente egyszer ugyanabban az időpontban, ugyanott egy kellemes hétvégét töltenek együtt, és azután mindketten mennek a dolgukra. És hogy ez olyan meddig lesz működőképes, meddig lehet fenntartani egy ilyen kapcsolatot, lehet ezt egyáltalán szerelemnek nevezni, arra az SK Társulat előadása adta meg a választ hétfő este a celldömölki közönség számára. A Kemenesaljai Művelődési Központ minden évben szervez különféle programokat, foglalkozásokat a karácsonyvárás jegyében.
Az elmúlt szombaton az intézmény karácsonyi kézműves foglalkozásra és az ünnepjegyében készült meglepetések vására vár minden érdeklődőt. Már csak alig két hét van hátra karácsonyig, városszerte sokasodnak az ünnepváró rendezvények. Az elmúlt szombaton a Kemenesaljai Művelődési Központban is lehetőség volt a karácsonyi készülődésre. Az intézmény idén is meghirdette ünnepi kézműves foglalkozását a gyermekek számára, ahol Kiki elkészítette saját egyedi dísztárgyait, képeslapjait, ajándékait. Szintén a Művelődési Központ szervezésében került sor immár hagyományszerűen a karácsonyi meglepetések vásárjára is. Az intézmény előtere erre a napra megtelt a helyi kézművesek, termelők portékáival, akik kimondottan az ünnepi alkalomra válogatták össze árukínálatukat. A standokon egymás mellett sorakoztak a különféle karácsonyi dísztárgyak, koszorúk, házi készítésű mécsesek, egyedi öntésű gyertyák, kerámiai ékszerek, fából faragott fal és asztaldíszek, művészi képek, valamint az ínyencek kedvéért különféle levendula és méztermékek. A vásár természetesen ezúttal sem csak ajándékvásárlási lehetőséget nyújtott a betérőknek, de egyben bemutatkozási lehetőséget is biztosított a helyi és környékbeli termelők és alkotók számára. Ennek ellenére a széles választék szinte garantálta, hogy mindenki találhatott kedvére való ajándékot a standok sora között. Billeg, ballag, december, sóhajtva megáll, köszönti egy hóember. Csúszkálunk a domboldalon, de csáncsikrunk a friss. Szeretném az Istent nagyosan dicsérni, de én még kisfiú vagyok, csak most kezdek élni. Isten dicsére... Nincs tarka virágom egyetlen dobozban, a távoli nem volna más mondás. Nem volna, csak ennyi. Imádni az Istent, és egymást szeretni. Karácsonyi reggel, ha valóra válna, igazi boldogság szállna. Tankoljon jó minőséget, jó áron! Kedves nézőink! Hírmagazinunk véget ért, megköszönöm figyelmüket. Adásunkat a mai nap folyamán többször megismételjük.
A TVCEL műsorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs csíkról értesülhetnek. Internetes honlapunkon és a TVCEL Facebook oldalán műsorrendünk mellett korábbi hírmagazinjainkat is megtekinthetik. Viszontlátásra!